Na sziasztok, én Alex vagyok, és ma meg fogunk nézni egy videót. Mint ahogy látjátok a címből, Mindside vs. Implicite. Hisz az a én videóm címe is. Szóval, már leszeretném szögezni, hogy a videóra fogok reagálni, és tényeket fogok mondani. Szóval nem az én véleményemet mondom el. És szerintem megnéztem a csávónak a videóját, ő se mondott igazán véleményeket, meg tényeket. Véleményt lehet mondott, mert most nem mondtam el, hogy mi a véleménye, de a tények nagyon nem azok, amik. Szóval nézzük meg a videót, és akkor elmondom, hogy a problémákat szerintem bele. És lehet, hogy be kéne csuknom az ablakot, bocs. Na, itt is vagyok, becsuktam az ablakot. És ebben a videóban a Mindside és az Impnek, a Implicitének a, hogy is mondjam, nagy vitájáról szeretnék beszélni. Tehát az Imp az mindig menőzik, hogyha szóba jön, hogy csak a top 3-ban vannak, mert több játékos játszik a szerverükön, mint a Mindside. Hát nem tudom neked mi a menőzés, de hát most ha tény, hogy top 3-ak vagyunk, akkor top 3 ennyi. Hát most nem tudom, mi az, hogy menőzés. Nem tudom neked, mit jelent, hogy menőzés. Az, hogy valaki elmondja, az már menőzés, de mindegy, igazából folytassuk. Side-on. Na hát, én erre meg szeretném mondani, hogy mi a legnagyobb oka, hogy többen játszanak. Ugye a Mindside az egy only kliens, tehát az IP-ről nem lehet fölmenni, de az Impre viszont fel tudok rá menni. Na, ennek semmi köze nincsen, hogy most hol játszik több játékos. Most ennyi a mesterem szín, akkor százszor több játékos, nem százszor több játékos van, de értetek a lényeget. Többen játszanak jóval a mesterem szín, mint nálunk. És klienses, szóval akkor miért vitatkozunk arról, hogy most valaki klienses vagy nem. Majd megnézzük, amikor mi is kliensesek leszünk. Mert amúgy a kliensek pont, hogy csak előnyei vannak, hátrányai nincsenek, ha jól meg van csinálva, persze. Szóval, nézzük tovább. Hamarosan elvileg... Jaj, az is most már csak... Tehát only klienses lesz. Igen. De, ki tudja. Mindside-on igazából csak olyan típusú hackerek vannak, mint például a makro, vagy az autoklikket, ilyesmi. Hát nálunk ez se lesz. Edwardson volt mostanában ő Fly meg Speed hack is. Egyébként ahhoz hozzátenném, hogy ugye, hogy nem lehet behackelni a Mindside-ot, meg mit tudom én. Na szóval, hozzátenném azt, hogy nem lehet behackelni a Mindside-ot így meg úgy. Itt a letöltés, le tudjátok itt tölteni, itt a videó. Nézzétek meg. Itt megmutatja a csávó, hogy de be lehet hackelni a Mindside-ot, tudtok kilogázni, tudtok igazából mindent csinálni. Itt igen, így bemutatja. Nézzétek meg, igazából hazugság az egész, hogy nem lehet csalni a szerverükön. Nincsen olyan szinten megcsinálva még a kliensük, ugye, hogy ne lehessen. De ha jól tudom, akkor azt most az update-ben ki is javították, hogy ne lehessen. Akkor még lehet. Most Mr. Sefix töltött fel most egy olyan videót. Ez lényegtelen. Egyik haveromnak például van, de nem szeretném őt megnevezni nyilván. Szóval, hogy azt is mindjárt próbálj az autoklikkel. Na hát Imre szépen felmész bedvárszozni. Mit tudom, menjél bedvárszozni. Jó, az zárójelbe hozzátenném, hogy tehát a Bedwarson meg a Skywarson saját pályájuk, nincs mindegyik Hypixel copy. Hát nem tudom, te utoljára mikor voltál fenn, de tudtam, a Skywarson már csak saját mapok vannak, az tény, hogy a Bedwarson pár map nem volt saját, hát ennek voltak okai. Ezt már elmondtuk százszor a live-ban, hogy egy építészünk volt, és ugye nem tudtunk 100 minigame-nek mappokat építeni. De mindegy, felmész Bedwarsra, bemész vasat meg aranyat szedni, vettél 4 darab blokkot, és már átflyoltak hozzátok ki. Ez túlzás, mert nem lehet akkorát flyolni, szóval flyolni úgy tudsz, hogy csak visszadob a blokkot. Tudjátok, leestek, visszadob. Egyből bekapcsoljátok a flight, visszadob. Szóval nem tudtok, magyarul nem tudtok szó szerint flyolni. Mint mondjuk kreatívból, vagy valami, szóval ez túlzás. Hűség az ágyad. Hát ott így
Olyan, mint olyanok az emberek, mint a kreatívon lennének, így repkednek. Hogyne. Skywars-on inkább a scaffoldok meg a killaura a jellemző. Jó, ott igaz, ott hackkelnek. Is, az is szokott lenni. Aki nem tudná, hogy mi az a glide, az olyan, hogy mit tudom én, lesétálsz a blokkról, és a levegőben sétálsz. Tehát olyasmi, mint a fly, csak... Hát olyanról viszont nem tudok. És ennyi. Igazából ezért játszanak ott többen, mert rohadt sok hacker van. Na, ácsi. Ez most pont, hogy üti a szavadat, mert ha több a hacker, akkor pont, hogy kevesebben fognak játszani, hisz megunják és lelépnek, ugye? És ugye ezt lehet látni mondjuk a mesteremcén például, hogy ugye nagyon kevés a hacker, ugye vannak hackerek sajnos, de ugye mégis sok a játékos emiatt, hogy tényleg külön kliensen vannak meg minden, szóval nincs róla beszélni. Tehát mennek föl fluxal meg mindennel. Tegnap felmentem impre, várjatok egy kicsit. Hát most talán jobb a fény, szerintem többen, mert nagyon sok a hacker. Igen, ezt már mondtad. Igen, de most is ritka. Ups, belagolta. Hát CF-re, jó, játszok egy kicsit, aztán lejövök. Felmegyek körülnézni, hogy vannak-e nyilván hackerek. Felmegyek Skymini-re, nem látok semmit. Aztán így nekiállok addig parkúrozgatni. Gyerek! Olyan flyhackkel felrepült a kulcsokért oda. Van az a jump, felrepült. Ez megint túlzás. Ez az a baj, hogy túloz a gyerek, csak azért, hogy normális vélemény legyen. Túlzás. A hero kulcsért. Na mindegy. Szóval ilyenkor el lehet azon gondolkozni, hogy melyik a jobb kliens. Lehet, hogy az impen több... Melyik jobb kliens? Előbb még azt mondta, hogy jó, mindegy. Játszanak, de viszont a játékosok fele. Nem fele. Kicsit kevesebb, mint a fele. Hát, hogyha a fele lenne, az azt jelenti, hogy 400 játékosból, vagy 400-et attól függ, hogy mennyi van. Mondjuk azt, hogy 400, jó, az egy átlag. 400 játékosból, akkor az azt jelenti, hogy 200 fele. Nagyon nagy hazugság, amiket mond. Vagy nagyon nagy butaságok, inkább így mondom, lehet, hogy nem tudja, vagy nem tudom, mindegy, igazából butaságnak hívom. De... túlzás, meg túlzás, igen, meg túlzás. Hogy 400-ból a fele. Hogy ne. Szinte hacker. Szinte csak hacker. Tehát szánalmas. Igen. Foglalkoznak is a szerverrel. Micsoda? Ez egy nagyon jó kliens. A tulajok is nagyon jók. Foglalkoznak is a szerverrel. Na de ezt úgy mondod, mintha mi nem foglalkoznánk. Szóval szó szerint így mondod. Itt nem foglalkoznánk. Annyit mondok, hogy egyszer menjél fel a Silver Clubra, vagy ez az én szerverem inkább, és nézd meg! Nézd meg azt a szervert, és hasonlítsd össze bármelyik Mindside szerverrel, és akkor meglátod, hogy miről beszélünk, jó? Black is nagyon sokszor live-ol, hogy épít a szigetekre, meg minden. Na hát ez nagyon nagy foglalkozás az, hogy épít a sziget... szóval ez fáj. Meg minden. Nem tudom már mit mondtam, el kellett sajnos mennem, de visszatérve, igen, majd maximum összevágom. Az, hogy valaki fogja, elindít egy live-ot és akkor elkezd építgetni, az nem jelenti azt, hogy foglalkozik a szerver. Jó, jelenti az, de hát nagyon minimálisan, szóval... az, hogy láttuk a új Sky PvP-n, vagy az Ultra Sky PvP-n, nem tudjuk, hogy nem tudom, hogy pontosan mi a neve. De például az egy letöltött map, Bence mondta legalábbis nekem, hogy talált egy mappot a gépén, 2015-ös, ami olyan volt, mint az ő mappjuk. Szóval itt már abban lebuktak, hogy most ki tölt le mappokat és ki nem. Folyamatosan jönnek be az újítások, most volt itt az egyéves évfordulói. Na ezzel nagyon szeretnék vitatkozni. Kedves Black csatornáján láttam egy olyan videót, vagy hát live-ot, hogy Mindside nyitása 2016. Ugye 2018-at írunk, szóval az azt jelenti, hogy lassan 2 éves lesz a Mindside. Csak úgy adják elő, mint 1 éves lenne. De hát ilyen ez. Dani, azaz The Dark Boss, ő is nagyon sokat foglalkozik a szerverrel. De az a baj, nem támaszta alá, hogy miket foglalkoznak, szóval építget az még mindig nem az. Most Levi is, az Dark Boss-tól tudom, tett be új pluginokat, minden. Ez nagyon nagy foglalkozás, szóval az a baj a kis srác, hogy nem tudja alátámasztani a véleményét. Az, hogy mi most nem mondjuk el a live-ba, hogy most tettünk be új pluginokat, amit nyilván egy játékos megérez, szóval valami újítás történt, az nem jelenti azt, hogy valaki nem foglalkozik a szerverrel. Hát foglalkoznak ezért a szerverrel. Igen. Ezzel a szerverrel.
az impro nem nagyon elmondható. Oké. Még egy évvel ezelőtt párszor felnéztem, amikor még nem ismertem a MySide-ot, és rohadtam, ugyanazok a szerverek voltak. Na szóval látjátok itt ugye az iránytűt. Itt ez egy éve, pont egy éve ezelőtt, szóval nem lehet vitatkozni, itt lehet látni. Kicsit több mint egy éves. Lehet látni, hogy most jelenleg dupla annyi szerver van, mint itt az iránytűbe. Szóval... alapban nincs olyan vitatkozni. Mi az, hogy ugyanaz? Ugyanaz az egész egy éves. Nem lehet összehasonlítani a kettőt. Menjünk vissza. Tehát... nagyon király. Sok az újítás, sok az újdonság. Igen. Szóval... majd akkor szidja, de még inkább akkor se, hogyha olyan szinten fogsz tartani, mint ők. Ha úgy fogsz foglalkozni a szerverrel, mint ők, ha annyi hacker lesz, mint náluk, tehát nem is az. De mondom, még mindig menjél fel a szívekre, és nem tudod összehasonlítani semmik szerverrel, ami náluk van. Könyörgöm, nem tudod. Egyszerűen. Nem tudod. Figyelj, ha még sikerül az Only Clienssel megtisztítani a hackerektől a szervert, akkor majd kíváncsi vagyok, hogy hány játékos fog játszani. Csak a pont, hogy több van, több fog elmondom neked, és ezt meglátjuk majd. Ezt én sem tudom 100%-ra mondani, hogy több lesz, de valószínű több lesz. Nálatok. Kiderül, hogy ki lesz akkor a top. Igen. Szokásos ez a megjátszod, de szerintem nincs vele semmi baj. Egy XP-t hozza. Videóig. És egyébként ő se komolyan gondolja, mert csak a nézők szórakoztatására csinálja. Aha, csak a szórakoztatásért. Nézzétek, mennyi reklám van. Számoljunk együtt, jobb? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Miről beszélünk? Ja, ugyanezt, mint a többi videó. És hogy nézzétek meg, pont 10 perc. És egyébként Bencec nézi, drága kedves XP-nket. Egy éves évfordulója tegnap. Igen, az egy éves, ami kettő igazából. Szeptember 8-án. Igen. Egyetlen egy dolgot viszont most, na, az nagyon rossz. Az teljesen átalakult. Én itt a Skype paper-ről beszéltem, amit én ugye felhoztam, hogy teljesen letöltött mapjuk van, ugye a mostani. Azasztóan, és nagyon, nekem nagyon. Biztos látok ezt a fejlesztést, mond lopott pályák, de vannak sajátok is, és folyamatosan dolgoztok rajta, hogy kikerüljenek és saját pályák legyenek benn. Elmondom neked, most úgy próbál beállítani ugye, hogy most itt implicit nem lennének saját mappok. Elmondom neked, hogy tudtam, már Skywars-on sincsen letöltött map. Azon volt egyetlenül, meg a Bedwars-on. És akkor most odafelnézsz a többi szerver, ugye, amik most vannak, semmelyiken nincsen, képzeld, semmelyiken. Hihetetlen, mi? Hihetetlen. Szerintem tiszteletre méltó. Nem úgy, mint Bencesnél, hogy van na? Négy másolt Hypixel pálya, meg Skywars-ból a... hú, mennyi lehet olyan... 10. Kétszer jártam a Skywars-on, és öt arra innen van, elmondom nektek. Fogalmam sincs. Tehát szerver. Videó gyerekek, az is impellen van, azt mindenképpen nézzétek. Igen, mindenki impellen van, ez a gonosz imp. Jó, nyilván van olyan mondanom, amivel lehet vitatkozni, mert mindenbe bele lehet. Igen, sok itt már csak ilyen magával beszélget. Na mindegy, a lényeg igazából az, hogy túlozni szerintem bárki tud. Hülyeséget állítani, ja, megmondta valahogy szarak szervegépünk, hát most keresem elő neked a CPU-t, mert én igazából fejből nem tudom. Elmondom neked, azt tudom. Azt viszont tudom, hogy 200 ezeret vásároltuk a procikat. Saját szervergépeink vannak, szóval memóriát is mi vettünk, a HDD-t, SSD-t. Ez nem elmondható a MindSide-ról. Szóval igen. Mindegy, igazából ennyit szerettem volna elmondani. Megnéztük ugye ezt a videót. Kicsi reakció videó, ilyen még nem volt a csatornán, azt hiszem, nem tudom. Na mindegy, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, meg hát most nem tudok ezzel mit csinálni, hogy most ilyeneket mondogatnak, hogy jaj, de szar az imp, így meg úgy, mindegy. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!